Franciaország 22 milliárd euró értékben fagyasztotta be az orosz jegybank eszközeit az ukrajnai inváziót követő szankciók részeként, jelentette be Brunel Lemaire, francia gazdasági miniszter. Ezek az alapok február közepén Oroszország arany és devizatartalékainak mintegy 4%-át tették ki. Korábban Antov Siluanov, orosz pénzügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország devizatartalékainak mintegy felét zárolták a szankciók miatt. Barcelonában ideiglenesen lefoglalták a 47 milliárd forintot érő Valeri nevű luxusjaktot. A Pandora Papers oknyomozó újságírói szerint a jacht tulajdonosa az egykori KGB tiszt Szergej Csemezov, aki jelenleg az orosz Rostek vállalat vezérigazgatója és szoros kapcsolatban áll Vladimir Putyinnal. Roman Abramovics orosz milliárdos szuperjaktja a Solaris a lefoglalás előtt sietősen hagyta el Barcelona kikötőjét. A 207 milliárd forintot érő jakt jelenleg Montenegróban van. Vasárnap Ausztrália is bejelentette a Moszkva elleni további szankciókat. A kormány azonnali hatállal megtiltotta a tinföld, valamint az alumínium ércek, ideértve a bauxitot is exportját Oroszországba, mondta az ausztrál miniszterelnök. Az orosz alumínium termelés 20%-a exportra készül, amihez elengedhetetlenek az Ausztráliából érkező szállítmányok. Kambera ugyanakkor ígéretet tett, hogy növeli az Ukrajnának szánt katonai és humanitárius segélyek mennyiségét.